megyében is sorba számba jelennek meg a multinacionális cégek. Az ebből fakadó munkaerő hiány is nagy kihívást jelentett az utóbbi években. Így folytatta Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke a Paktum irodán tartott foglalkoztatási fórumon. 7 éve kezdődött, és a végéhez közeledik annak a projektnek a megvalósítása, amely a vármegye munkaerőpiaci helyzetét és a helyben élők foglalkoztatottságának javítását célozta meg. Az eddigi tapasztalatokról tanácskoztak szerdán délelőtt a Paktum szervezeti tagok. Ez a 13. foglalkoztatási fórumunk lesz most itt a Paktum szervezeti tagokkal. A Top Plusban pedig remélhetőleg ősszel, tél elején elkezdhetjük a következő támogatási periódust, amely ugyancsak 7,5 milliárd forinttal indul. Ez a most záruló program a megyei járási területi kis paktumokkal együtt majd 10 milliárd forintos támogatási lehetőség volt vállalkozásoknak, munkahelyteremtő programokra, és ott a következő 7 évre is egy komoly összeggel indulunk, komoly tapasztalatokkal indulunk. Arra is szolgálnak ezek a fórumok, hogy a tapasztalatokat is összegezzük. A régió munkaerőpiaci helyzetét előbb a koronavírus, majd aztán az orosz-ukrán háború is jelentősen befolyásolta. Éppen ezért nagy szükség van a kis- és középvállalkozások segítésére, amelyben komoly feladat jut a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarának is. Én úgy gondolom, hogy a szerepe megnőtt az iparkamarának, mert hogyha azt nézem, hogy az elmúlt évben milyen gazdasági mutatók alakultak, és hogyan változott a gazdasági környezet, meg az egyéb környezeti tényezők is, akkor azt láthatjuk, hogy a vállalkozások azért rászorulnak a segítségnyújtásra. Na most ebbe a kamara próbál megújulni, és olyan lehetőséget kínálni a vállalkozásoknak, amivel túlélik ezeket a nehéz időszakokat. Többek között ennek a fórumnak is a foglalkoztatás ösztönzés a címe, tehát elsősorban olyan pályázatok révén, ami bérés munkabérés járulék támogatásról szól, illetve a kamarának van egy, a Kavoszon keresztül egy nagy sikerű támogatása, ami a Széchenyi hitel plusz 5%-os garantált hiteltámogatás, amit elég sokan vettek igénybe. Én tegnap kérdeztem meg a kollégákat, eddig 422 vállalkozás regisztrált erre a kedvező hitelre, ebből 100 leasing konstrukció, és 6,3 milliárd jutott már ki ilyen támogatott formában vállalkozásokhoz. A fórumon elhangzott a munkaerő hiány csökkentése érdekében az ősszel induló 7,5 milliárd forint értékű Paktum Pluszban kiemelt feladat lesz, hogy tovább fehérítsék a foglalkoztatási környezetet. Ennek eredményeként azokat a társadalmi csoportokat is meg tudják szólítani, akik az eddigi nyilvántartások alapján nem dolgoznak, ugyanakkor munkanélküliként sincsenek regisztrálva.